Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kordai Bence, a Párbeszéd frakció vezetője, a Magyar Parlament tagja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyes felmérések szerint az ön pártja majdnem mérhetetlen, és most a fedélzetről valaki vízbe ugrott, és gyorsan a DK-hoz állt be. Mi erről a véleménye? A Párbeszéd teljesen mérhető. Egyrészt a 2-3%-os támogatottsági sávban tartózkodik, úgyhogy én nem javasolnám senkinek, hogy 200 ezer embernek a kedvenc pártját azt leírja. Másrészt pedig ugye láttuk, hogy tavasszal az országgyűlési választáson az egyéni győzelmek negyedét az ellenzéki oldalon a Párbeszéd hozta, tehát 19 egyéni győztes négy a Párbeszéd frakciójában ül, úgyhogy én nem nevezném azért a Párbeszédet semmiképpen, mint a mérhetetlen fondot, szerkesztő úr, úgyhogy ez egy népszerű fordulata a Fidesznek, de nem gondolom, hogy át kéne vennünk, jobb, hogyha a tényekhez ragaszkodunk. Akkor beszéljünk a tényekről. Egy polgármester helyettesük, aki mindannyian azt hittük, hogy egy igazi párbeszédes, most faképnél hagyta önöket, és átült Dafke a DK-ba. Mennyire fáj ez önöknek? Hogy magyarázzák meg a szavazóinak, hogy az ő szavazatukkal most valaki máshol fog fényeskedni? Hát magyarázkodni valója Szűcs Balázsnak van, aki valóban átült a DK-hoz, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy azok, akik világnézetileg szilárdak, akik jó teljesítményt nyújtanak, és akik fedhetetlenek, azok semmilyen módon, úton nem húzhatók át egy másik pártba. Nekünk a DK-val nagyon komoly világnézeti vitáink vannak, tehát aki igazi párbeszédes, az biztos, hogy nem fogja a DK-ban folytatni a karrierét, ha csak nem, ez tényleg egy karriernek és nem egy küldetésnek tekinti. Sajnálom, hogy valaki úgy érzi, hogy a anyagi megélhetési szempontjai alapján ilyen döntésre érdemes jutnia. Nagyon nem támogatjuk ezt, és egyébként nagyon barátságtalan lépésnek tartjuk azt, amit a DK megtett, hogy gyakorlatilag minden ellenzéki párt politikusait megpróbálja levadászni, és ígéretekkel vagy fenyegetésekkel behajtani a maga aklába. Szerintünk nem így működik egy erős szövetségi rendszer. Én azt gondolom, hogy ezen el kéne gondolkozni a demokratikus koalíciónak. Én azt gondolom, hogy a szavazóik sem értékelik azt, hogy árulókra vadásszanak más ellenzéki pártokból. Ez nagyon rossz ízű egyszerűen. Tehát az árulókból végül is árulók lesznek később is. Máshol sem. Ilyenkor nem illik azt, hogy lemondjanak arról a stallungról, amit megszereztek a Párbeszéd képviseletében? Szövetségben indultunk, Balázs egyéni körzetet nyert, tehát innentől kezdve, amíg a választóit képviseli, addig feléjük kell elszámolni a munkájával. De azok a választók azt hitték, hogy ők egy párbeszédes, és kiderült, hogy nem. Ez így van. Tényleg ezt a kérdést neki lenne érdemes feltenni, remélem látogatja még a heti tévé műsorait. És akkor... A heti tévében ő nem egy kívánatos ember. Akkor már két helyen nem az. Jó, de ha mondani valója van, mert ez egy demokratikus intézmény, beengedjük. Hogyan alakul az ország helyzete, ugye az európai parlamenti képviselők, hát önöknek nincs európai parlamenti képviselője, megszavazták az európai parlamentbe, hogy Magyarországnak fagyasszák be a járó pénzeket. Mi lesz a B-terv? Miből fognak fűteni, miből fognak pedagógusoknak fizetést emelést adni? Miért jó ez így? A Párbeszédnek volt, és reményeink szerint 24-től ismét lesz európai parlamenti képviselője, és Jávor Benedek továbbra is ellátja a Párbeszéd Európai Uniós tanácsadói feladatait, követi az eseményeket, és tulajdonképpen informális képviselőként működik, illetve hivatalosan pedig Budapest brüsszeli képviseletét vezeti. Úgyhogy vele rendszeresen egyeztetünk ezekre a kérdésekről, de természetesen követjük a híreket is, és azt gondoljuk, hogy nagyon helyes, hogy végre valaki a sarkára állt, és nem hagyja megvezetni magát. Mi mindig azt mondtuk, hogy az európai pénzek a magyar embereknek járnak, és nem a magyar kormánytól vagy barátainak. Tehát akkor van értelme Magyarországra uniós forrásokat juttatni, hogyha azok a meghatározott célokat szolgálják, nem pedig fideszes oligarchák gazdagodását. Most, amiről nem is döntött, hanem inkább javaslatot tett az Európai Parlament,
ez a tanács és a bizottság felé egy nagyon erős üzenet, hogy ne hagyják magukat ismét megvezetni, ne hagyják Orbánéknak megint azt a csiki-csuki játékot játszani, amit mindig szoktak, hogy látszatengedményeket tesznek, de a lényegen nem változtatnak. Ez egy tolvajlásra felépített rendszer, vagy ha úgy tetszik, akkor egy új nemzeti tőkésosztály, ugye így szokták mondani, a fideszesek felépítését szolgálja, de hát ez közpénzek eltérítésével, korrupcióval, túlárazásokkal, az európai és magyar adófizetők pénzének az elcsaklizásával jár, tehát hogy ezt akárhogy szépítik, ez egy bűnös rezsim, hogyha leszoknak erről a meghatározó gyakorlatukra, akkor természetesen jönnek ezek a pénzek, de addig most azt mondták, hogy legalább a 30%-át tartsák vissza. Ez egy nagyon fájó tétel, de hát eddig is fájtak azok a pénzek, amik nem vannak. Hogy fogja érezni az ön családja, egy 4 gyermekes családapa ezt a karácsony? Miben különbözik ez a karácsony az ezt megelőző karácsonytól gazdasági szempontokból? Nyilván nem elsősorban az országgyűlési képviselőkért kell aggódni, de mi is sokkal takarékosabbak vagyunk, még a fűtés és az energiahasználat tekintetében is, és ugyanígy próbáljuk a tárgyi javakban megtestesülő szeretetet kicsit lejjebb, és az emberi gesztusokban, az együttlétben megtestesülő szeretetet feljebb csavarni. Tehát a karácsony az mégiscsak a szeretet ünnepe, és nem az ajándékozásnak az ünnepe. Úgyhogy nyilván a gyerekeknek ezt nehéz megmagyarázni, és nem is ennyire direktbe toljuk az arcukba, de próbáljuk őket átállítani arra a gondolkodásra, hogy egy ajándék az nem feltétlenül nagy és sok, és nem feltétlenül egy tárgy, hanem egy élmény is lehet. És most már megírták a Jézuskának, Angyalkának per nekünk a karácsonyi kívánságlistáikat, és nagyon szép dolgok vannak benne, ilyenek, hogy lehessenek többet együtt a nagyszüleikkel, és nem mi sugaltuk, ők egymásnak a nagyok leírták, a kicsik lediktálták a nagyoknak, úgyhogy nagyon megmosolyogtató volt, de igazán kedves, hogy... Mondhatja nyugodtan azt, hogy megható, azért, mert országgyűlési képviselő még lehet szíve. Mi is emberek vagyunk a televíziónk, nem egy bulvár televízió, de... Úgy érzem, hogy mégis szeretnék vájkálni a magánéletében, na nem túl mélységben. Milyen érzési ünnepek előtt tudni, vagy nem tudni, hogy lehet, hogy ez az utolsó karácsonyuk a saját önmaguk által összesporolt, összekoplalt házukból, házukban? Én azt hittem, hogy a Fidesz média már lecsavarta ezt a lemezt. Én mostában nem hallom, hogy az illegális ellopott villát le kell bontani. Ugye ez egy teljesen szabályosan felépített 130 négyzetméteres családi ház, amiben élünk a 4 gyerekünkkel, és amire minden építkezésbe bele lehet kötni, valahol megpróbáltak belekötni, de az a helyzet, hogy én ezt már ellenzéki politikusként építettem ezt a házat, úgyhogy figyeltünk mindenre, ami előírás a földön létezik, úgyhogy természetesen ez is egy műbalhé, és bíróságon fogjuk szétcsapni a fideszes hazudozásokat, és egyébként semmilyen eljárásról, semmilyen döntésről az elmúlt hónapokban nem értesültem, úgyhogy ha folyna bármi jogi eljárás, remélem tudnék róla. Mégis a gyerekek volt olyan alkalom, amikor úgy mentek az iskolából haza, hogy megkérdőjelezték, hogy ki fogják elakoltatni őket. Hát valóban ez egy elég drámai pillanat, amikor megkérdezik a gyerekek, hogy apa, le fogják bontani a házunkat, és akkor meg kell nyugtatni őket, hogy nem, ez a műbalhé része, és elmagyarázni, hogy milyen valóságban élünk, amit egyébként próbáljuk megkímélni őket, de hát 10-12 évesen már nem nagyon lehet burokban tartani a srácokat. És most akkor hol tart az ügy? Nem tart sehol, állítólag elindítottak valami építésrendészeti eljárást, aminek már régen leketyegett a határideje, úgyhogy és semmilyen döntésről nem értesítettek, ebből azt gondolom, hogy ez az eljárás így köddé vált, vagy nem tudom, mert hogy innentől kezdve érvényes döntést nem fognak tudni hozni, mint hogy az előző döntésüket is addig húzták, halasztották, hogy már emiatt önmagában is támadható, de egyébként tartalmilag is teljesen védhetetlen, úgyhogy decemberben lesz, azt hiszem, a bírósági tárgyalása ennek az ügynek. Mi támadtuk meg a döntést, ki kell adniuk természetesen a hatósági bizonyítványt, és remélem ezzel le is zárul az ügy, mert ezt a nonsense nem lehet szerintem tovább fújni. Tehát nincs meg annak a veszélye, hogy jön egy ex lex tordai törvény, amibe... Legkevésbé sem, de egyébként nagyon megtisztelő, hogy ennyi kapacitást áldoztak rám, tehát tényleg hónapokon keresztül lövöldöztek külön engem,
közvetlenül azután, tényleg két nappal azután kezdve, hogy a Párbeszéd társának évé választottak, úgy látszik, akkor mégiscsak tartanak tőlünk, és látják, hogy az a zöld fordulat, amit mi hirdetünk, az eljön. Ma mindent megteszünk, hogy 9-re a parlamentben legyen, mire készül a parlament, és úgy tűnik a mostani évszakban, mintha csendesebben, pankrációmentesen mennének a dolgok. Most egy gazdasági bizottság ülésre megyek, és mostanában maximum az obstrukciótól hangos a ház, tehát próbáljuk szétbeszélni és rommá vitatni azokat a teljesen vállalhatatlan törvényjavaslatokat, amikkel jönnek. Legyen szó akár a szociális gondoskodásból való kivonulásáról az államnak, akár az egészségügy teljes átalakításáról, még rosszabb irányba fordításáról, a szakrendelők elkobzásáról az önkormányzatoktól, vagy éppen a fizetős egészségügy még kiterjedtebbé tételéről, a további államosításról, ami már az oktatásügybe se jött be. Tehát, hogy ilyen javaslatok vannak most az asztalunkon, és próbálunk szakmai érvekkel felhívni figyelmet ilyen típusú problémákra, amik egyébként elmennének a radar alatt. Tehát az a helyzet, hogy megszokta már a magyar emberek többsége, hogy akármilyen butaságot tolnak be, akármilyen gonoszságot adnak be a fideszesek az országgyűlésbe, az átmegy, és most már vállat se vonogatnak. Erre próbálunk azzal reagálni, hogy legalább egy éjszakát átvitatkozva felhívjuk a figyelmet, hogy itt még mindig olyan súlyos dolgok történnek, és 12 év után most, hogy végre először érdemben hozzányúlnak az egészségügyi rendszerhez, véletlenül se jó irányba fordítják az egészségügy szekerét, hanem tovább lökik lefelé a lejtőn. Úgyhogy ezek azért nagyon komoly dolgok, és bármilyen eszköz megengedett, a hangos eszköz is, meg a hosszan elnyúló eszközök is, mint ahogy egyébként az utcán a tüntetékeseken is kim vagyunk. Tódai Bencét, a Párbeszéd társelnökét, frakcióvezetőjét látták. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Előzetesek, és már is érkezik Mesterházi Attila, volt MSZP-s elnök, NATO képviseletvezető.